Igen, és akkor mind a két nyálkahártyát megnézzük. Nyálkahártya vizsgálatokat végeznek az egyik helyi klinikán ezen a férfin. Az intézmény vezetője szerint a ceglidél többsége sajnos nem ennyire tudatos. Tegnap volt egy eset, ahol a nyakán találtam az illetőnek egy, egy olyan diónyi csomót. És próbáltam rávenni, hogy ezt mindenképpen ki kellene vizsgálni, mert a gyanúja fölvetődik annak, hogy esetleg ez egy rosszindulatú. És legnagyobb meglepetésemre az volt a válasz, hogy ó, ott van ez már nekem régen nem zavar. Az orvos szerint jellemző ez a hozzáállás más esetekre is. Ez azért szomorú, mert több odafigyeléssel megelőzhető lenne a rákos betegségek egyharmada kis apró jelekre igenis figyelnünk kell, el kell menni azokra a szűrővizsgálatokra, amelyek révén rájöhetünk a daganatoknak a jelenlétére. Például ugye a vastagbélbe jelentkező kis polipok évekig ott vannak, semmiféle panaszt nem okoznak, és ebbe bele is nyugszik a beteg. Akkor jelentkezik, amikor már vérzés például, vagy, vagy, vagy esetleg fájdalom is, bár az ne, kevésbé jellemzi a daganatokat, de akkor már elkéstünk. Ez a férfi rendszeresen jár különböző szűrésekre, ám ennek szomorú családi oka van sajnos a rokonságban előfordult, és úgy gondolom, hogy a, az embereknek a mások példájából kell negatív példájából tanulni, mint hogy a sajátjukból sem tanulva ugye mindenféle problémát előidézzenek. Mind maguknak, mind a környezetüknek. Sajnos csak kevesen gondolkoznak így. A középkorú ceglédi nőket ellenben dicséret illeti. Ők a jó szervezésnek és a jó helyi gépeknek, no meg a megfelelő hozzáállásnak köszönhetően rendszeresen járnak melszülésre. Így időben ki tudják szűrni az elváltozásokat. Két komoly oka van a daganatok elterjedésének. Az egyik a mi hanyagságunk, nem odafigyelés, nem veszük komolyan. A másik sajnos ki kell mondani, hogy a finanszírozás. Az a hosszú út, amit végig kell járni egy páciensnek, azt a legértékesebb időt veszítjük el, amíg a beavatkozásnak értelme van de ebben is óriási javulást tapasztalható az orvos szerint. A klinika vezetőjének esete pedig ékes bizonyíték arra, hogy mennyire fontosak az időben elvégzett szűrővizsgálatok. Nekem egy rosszindulatú daganatom volt. Ennek kapcsán én a szűrővizsgálatokat nagyon komolyan veszem, és PET-CT vizsgálatot csináltattam magamnak. Természetesen igazolta, hogy ott van a nyirokcsomó, hál' Istennek nem, nem aktív. Közben jutott eszembe, hogy ezt a kedves hozzám tartozót is elvittem erre a PCT vizsgálatra, akinek semmi panasza nem volt. És a legnagyobb meglepetésemre a vizsgálat végén behívott a kollega Hunyadi utcába, Pesten, ahol a pozitron diagnosztika van, és mutatja, hogy három centiméteres daganat van a fejébe. Semmi tünet nélkül. Az orvos szerint, ha nincs a szűrővizsgálat, akkor a hozzátartozója lehet, hogy már nincs is köztünk. Így viszont megműtötték, és azóta is teljes életet él.